Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Seven Days to Die 36. része. Mint látjátok, a hordanap után vagyunk, egy kicsit elkezdtem már építkezni, meg megjavítottam a falakat. Újra ültettem a kukoricát, mert közben az kinőtt. És elkezdtem építeni a falat, de közben kifogytam a konkrét mixből. Úgyhogy úgy gondolom, hogy célszerű lenne visszamenni arra a lerombolt, lebombázott területre. És mivel ott ugye a föld kőből és crushed sandből, az a zúzott homokból állt, ezért ideális ahhoz, hogy elkezdjünk ott követ és homokot farmolni. Így nem kell csak kövek után kóstolni a pusztában, hanem egyből megtaláljuk azt, amire szükségünk van. És ha már ez megvan, akkor könnyebb lesz betont létrehozni, úgy vélem. Szükségünk lesz továbbá egy csőkulcsra. Már is megkeressük. Wrench. Pont annyi vasunk volt, tökéletes. Ezt is kipakolom, és nem is húzom tovább a szót, elindulok továbbra is. Tovább. Na, csak kinyegem végre. Szerintem nem lesz szükségem gázolajra. Viszont harapok még egyet, mielőtt elindulok. Az már biztos. Egyébként időközben rájöttem, hogy van még egy módja annak, hogy vasbetont készítsünk, mégpedig az, hogy a konkrét mixet, vagyis a konkrét mixből készítünk konkrét blokkokat. Ugyanis 10 konkrét mix egy konkrét blokk, és ugyanúgy 10 konkrét mixbe kerül, hogy felfejleszem vasbetonnál, míg hogyha leteszem a rebar frame-et, ahhoz kell egy fa és 5 vas. De mivel a vas kell majd a tüskéknek a megerősítéséhez, ezért célszerű csak és kizárólag konkréttal, azaz betonnal dolgozni. Annak az érdekében, hogy vasat spóroljunk, úgyhogy ezt is fogom tenni mostantól. Hogyha elfogyott a rebar frame-em, akkor csak és kizárólag konkréttal fogok ügyködni, és egyből konkrét blokkokat fogok létrehozni ahelyett, hogy konkrét mixet öntenék a rebar frame-be. Na már most, nekünk ide kéne eljutni, úgyhogy szerintem átmegyek egészen a folyón átmegyek keresztül a főútig, és a főúton fogok lekanyarodni, hogy gyorsan odaérhessek. Nem biztos, hogy túlságosan izgalmas rész lesz ez, ugyanis jóformán csak farmolni fogunk. De addig beszélhetünk legalább a Alpha 15.0-ás fejlesztésről. Ami azt foglalja magába, hogy lesznek majd felkelők, azaz ébredők, vagy valami hasonlónak hívták őket. Ami azt jelenti, hogy a zombi fog feküdni a földön, és hogyha elmegyünk mellette, ugyan nem kell föl, de ha zajcsapunk, vagy ténykedünk mellette, akkor felébredhet. Ami egészen új dolog lesz a Seven Days to Die-ban. Másrészt beszélgetek a fejlesztők banditákról, azaz NPC karakterekről, nem játékos által irányított karakterekről, akik majd néha megrohamozzák a bázist, mint egy zombi horda, csak ugye fegyverekkel. És azokat egy kicsit nehezebb lesz, gondolom, kiiktatni, mint a zombikat, de ha minden igaz, nem lesznek annyian, tehát nem hordába jönnek, hanem 4-5 ilyen rabló fog betámadni minket lőfegyverekkel, meg közelharci fegyverekkel, és azokat kell majd elintéznünk. Viszont jó lootra számíthatunk tőlük, úgyhogy érdekesen várom, mi fog kisülni ebből. Most megnézzük, hol vagyunk. Oké, itt a főút előttünk nem messze. Átcsapunk még itt a susnyáson, aztán lemegyünk és elkezdjük kapirgálni a földet, mint egy kis kakas. Nem szeretnék rámenni ugye azokra a lángoló valamikre, úgyhogy azért választottam ezt az utat. Hú, de meg van sérülve a motor. Nem sokára meg kell majd szerelnem. Na. Meg is érkeztünk oda, ahova akartam jönni. Úgyhogy itt kiválasztunk egy szimpatikus domboldalt. Ezt a kocsit még szétszedjük itt.
Hát, ha van benne egy kis gázolaj, ami fedezi az úti költséget. És még nem is lootoltam. Már tudjuk. A robbanó nyíl veszük. Ugye, a és robbanó számszerű veszük, ugye, amiket már tudunk. Na, mondjuk, hogy átfedeztük az úti költséget. Apa, nem így akartam. Oké. Ebben együtt tudok élni. Scrapeljük, scrapeljük. Eltesszük. Így. Hát akkor lássunk hozzá. Ezt itt megjelöljük. Itt van a motor. És akkor elkezdjük szépen szedegetni ezt. Jobb lenne fúróval, ugye, de hát minden jobb lenne fúróval, azt tudjuk. Mint látjátok, zúzott homokot is kapok, és követ is kapok, ami nem igaz a kis szürke sziklákra, amiket szét szoktam bontani. Úgyhogy maradok ennél, mert most kőre jobban van szükségem, mint vasra. És vasat tudok máshonnan is szerezni, úgyhogy egyelőre maradunk. Lesz nem sokára egy airdrop, szerintem azt felszedjük, ha itt van a közelben. Ennél jobb módját most így hirtelen nem is tudna mondani annak, hogy kőre tegyünk szert. Na, egy kis kellemetlenkedő. Lady Killer Challenge. Női zombikat kell ölni egyébként, csak ennyi az egész. Elég elborult dolog, de ebbe a zombi világban mi nem azt persze. Úgy döntöttem, hogy ezt az egész napot erre fogom áldozni. Persze még így is több kőre teszünk szert, mint zúzott homokra, de ez nem is baj, ugyanis kőre van a több szükség. Abból kell ugyanis még cementet csinálni. Tehát kőből lesz ugye a cement, cement, zúzott homok, és kőből lesz ugye a konkrét mix. Ami nekünk kell. Méghozzá nagyon-nagyon-nagyon sok. És ez ráadásul könnyen törhető, tehát. Igazán gyorsan szerezhető sok mennyiség. Látjátok, már is összegyűlt egy egész stack. Ó, hát ez itt van a szomszédba. Ez itt van a szomszédba. Nem hiszem, hogy érdemes lenne felszedni, de túl közel van az, hogy megfeledkezzek róla. Amúgy itt vagyunk Gravestownba, a fővárosba. De most igazából teljesen lényegtelen. Oh, hello, zsaru. Oh. Valahol itt van. A közelben. El is mentem mellette szerintem. Oh, ben van a... Oh, ben van. Az épületbe, méghozzá a fejem felett. Már is. Összeszedj. Ó! Oh, lent van, nem is fent. De nem baj, ha már itt vagyunk, akkor átnézzük. Tudjuk már ezt is. Itt egy szép. Oh shit. Összettünk mindent, és már futunk is tovább. Ez egyébként egy parkolóház. Egyszer építettem belőle bunkert, hát nem kellett volna. Túl kicsi a strukturális integritás ahhoz, hogy bármi nemű épületet lehessen ráépíteni. Nem hinni az ember, de így van. Masszívabbnak látszik, mint amilyen.
Visszamegyünk szépen oda, ahol becsatlakoztunk ebbe az egész bányászati ciklusba. Itt egy autó a semmi közepén. És még üres. Wow! De már tudjuk. Scrappeljük és... Scrappeljük és... Scrappeljük. Annyira nem fontos, azt eldobjuk. Hát nem volt túl jó a loot, de... Jó, mint a semmi. Vissza is tértünk az útra. Ó, és meg is van a kis gödrünk, amit itt elkezdtünk kitermelni. Kíváncsi voltam, mi lesz belőle, hát semmi. Így az egész napot rááldozhatunk arra, hogy szedegessük, de még így is kevés lesz egyébként, megsugom. Igazán kéne az a fúró. De mivel teljesen random a loot, valamilyen, hát teljesen random, valamilyen szinten random, ezért nem tudok olyan helyre menni, hogy na itt most biztos fogok találni, vagy ilyesmi. Úgyhogy sajnos csak a szerencsére van bízva. Bár állítólag a havastájon, a favágóház közelében nagyobb az esélye, hogy találunk fűrészt is, meg fúrót is. Igazából szerintem csak azért nagyobb a valószínűsége, mert ugye a havas zombik azok durvábbak, és a fagyos zombik. Mint a sima mezei társaik. És ők jobb lootot is dobnak. De ennél fogva valószínűleg azért nagyobb az esélye ott a láncfűrésznek és a fúrónak, mert ugye jobb a loot eleve a zombikból is. Hát nem tudom, talán egyszer majd elnézünk arra fele, kifosztjuk azt a falvágó építményt. De nem fűzök hozzá sok reményt. De oda mindenféleképpen viszek lőfegyvert, mert ott bizony kemény nép lakik. Ami viszont meglepve tapasztaltam, hogy nincsen sok felházom. Hát itt régebben ezen a területen, meg az égett területen sokkal többet lehetett látni. Szerintem az égett zombira lecserélték a dolgot. És most abból van több. Pedig ha egyedül vannak, nem túl szívósak. Igazából csak lövedékszivacs, tehát a hiába lövött fejbe, akkor is sokáig húzza. Főleg, ha valami nehezebb, nehézségi szinten játszik az ember. Még jó, most teljesen normálon vagyunk. Még csak 600, úristen, akkor kell majd még csinálnom homokot. Ha most fúró lenne, akkor jobb van, csak beindítanám a fúrót és szaladnék előre. És túlnám magamba sok-sok-sok kavicsot. Így viszont sajnos kalimpálni kell. Mondjuk nem lehet egy szavam sem, mert így is egyetlen ütéssel szedem ki ezeket a blokkokat, úgyhogy... Igazából nem rossz. Még mindig gyorsabban jutunk kőhöz, mint hogyha sziklákra vadásznánk. Mekkora területet csináltunk már itt. Kész medence. Talán még azt is megmenném kockáztatni, hogy ki lehetne maradni éjszakára, de azért annyira nem bízok még a jelenlegi fegyverzetembe és felszerelésembe, hogy ezt megtegyem.
Mire hazaérünk, szerintem kinő majd a krumpli meg a többi. Hogy azt is le lehet majd szedni. Oh. Egyetlen hibája, hogy nem kapjuk meg így a fa mennyiséget. És nem is lehet felszedni, mert nincs itt a földön. Úgyhogy így tulajdonképpen csak elpazaroljuk a fát. Régen viszont így vágtuk, hogyha csalni akartunk. Ugye nem volt megfelelő baltám, de volt megfelelő csákányom vagy ásom, hogy kiássa alul a cuccokat, akkor így sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. Egész jól haladunk. Na. Azt mondja, hogy... Az ott egy táska? Ja, nem. Szemetes... Szemetes zsák. A fenébe. Na mindegy, lootoljunk már egy kicsit itt, azért kíváncsi vagyok, hogy van-e bármi használható itt, és van. Ha nem is túl sok. Nézzük meg ezt az autót is. Be, semmi. Vizsgáljuk meg, hogy igazam volt avval kapcsolatban, hogy jobban megéri ezt szedni, mint a kis sziklát, mert biztos vagyok benne, hogy igen, de azért bizonyítsuk be. Egyetlen egy ilyen blokkal kapunk 11 követ, 4 homokot. Egyetlen egy sziklaütéssel kapunk 11 követ és 5 vasat. Plusz ebből ugye keresgélni kell. Tehát igazából ugyanannyira éri meg nyersanyag szempontjából, csak mivel nekünk most vasra nem annyira van szükségünk, mint homokra, és ezzel egyből kapunk homokot is, tehát megsporulunk egy procedúrát otthon, amit kraftolással töltenénk, ezért nekünk most ez jobban megéri. Ha vas kell és kő, akkor természetesen jobban megéri a kis kavicsokat hajkurászni. Az ilyeneket, nem az ilyeneket, hanem azokat a sziklákat ott. Közben volt egy level up-unk, ha jól láttam. 25 skill ponttal rendelkezünk per pillanat. Nem egy rossz, nem egy rossz dolog. Ezt a Lady Killer questet pedig elindíthatjuk a következő hordánál szerintem. Lesz elég nő zombi ott, hogy teljesíthessük.
Így igazából a küldetés jön hozzánk, és nem mi rohangálunk a küldetés teljesítésének érdekében. Ami azért nem egy rossz dolog, ingyen skill pontok. Bár nem adnak túl sokat, de mint tudtam, mondtam, épp hogy csak implementálva lettek a játékba ezek a questek. Tehát ezek még csak megmutatják, hogy milyenek lesznek majd később. Állítom, hogy majd följebb fogják vinni ezeket a quest küldetés jutalmakat, vagy teljesítésért. Majdnem elhasználtuk a fél csákányunkat, azért elég sok nyersanyag az, ha átszámoljuk. Jó lenne még egyet összeszedni, hogy még egyszer 1000 homok legyen nálunk. Egyetlen bajom a csákánya, hogy lassú. Voltában majd, hogy nem kettőt ütök, amíg a csákánnyal egyet. És ezen a Miner 69er6 skill se segít, tehát csak nagyobbat sebzünk vele, de gyorsabban nem lengetjük a csákányt. Az már biztos, hogy nem ez lesz a legizgalmasabb rész, amit valaha is legyártottam belőle. Úgyhogy szerintem ezeket a kis lutránokat majd off kamerán fogom csinálni. Nem mutassalak titeket, de azért megmutatom egyszer legalább ezt is, hogy meddig tart mégis egy ilyen kis bányász körút. Még akkor is, hogyha a felszínen vagyunk is izgalmasabb, a macskán meg éppen leesett a konvektorról. Már ő is unja az egészet. Mining Tools 70, wow! Lassan elérjük vele a maximum szintet. Nem rossz. Ez az egyik skill, ami a leggyorsabban halad, a másik pedig a Misc Crafting. A tüskék miatt, meg a falak miatt. Úgyhogy haladunk. Lassan, de biztos. Hoppá, kis kavics. Régen ezeket a itong téglákat, vagy minek is nevezzem, ezeket kézzel föl lehetett szedni, és be lehetett zúzni cementé. Úgyhogy csákány nélkül is lehetett majd, hogy nem beton építményeket csinálni, ami nem volt rossz dolog, csak aztán meglátták a fejleszték, hogy ez egy kicsit értelmetlenné teszi a fa és a vas megerősített fafalaknak a létét, ugyanis ha a játékos jóformán képes bármiféle eszközök nélkül a majdnem a legszívósabb védelem felépítésére, akkor tulajdonképpen a fa elemeknek semmi értelme nincs. Kicsit megváltoztatták, és azóta bányászni kell. Sőt, arra is volt precedens, hogy ezeket a vasakat fel lehetett szedni kézzel, ha jól emlékszem, és akkor még vashoz is hozzá lehet jutni. Úgyhogy tulajdonképpen baltára meg csákányra már csak ahhoz volt szükség, hogyha be akartunk törni az épületekbe. Úgyhogy igen, ez meg lett változtatva, és látom mögötte a rációt. Hogy miért? Elnézést, mint mindig most is reggel veszem fel korán ezeket a részeket. Hogy délutánra már fönn legyenek. És azért a munkámról se kellene elfeledkeznem. Na. Lassan meg vagyunk szerintem. Még ezt a pár százat gyorsan bedarálom. Aztán majd szerintem otthon legyártok egy másik csákányt. Hát ez már elhasználódott, és ugye azért fejleszteni szeretném a skillt. Elég egész mennyiségű zúzott cuccokat bányáztunk ki szerintem.
Még egy kevés. Így, megvan a kétszer ezer. Gyorsan hazamegyünk, aztán elkezdjük a betonnak a gyártását. Szóval megnézem, hogy tudok-e jobb ruhákat is készíteni. Jaj. Itt akartam, ja igen, a térképen akartam megszüntetni a piros pöttyöt, hogy ne zavarjon. Hup, így. És szépen elindulunk hazafel. Na. Nem futunk, ülünk a biciklin. Köszönöm. Yeah, a puszta motorosai. Vagy inkább motorosa. Bye bye, zombik. Követem a főutat, ugyanis nem akarok megint abba a hibába esni, hogy véletlenül a vízfenekén kötök ki a mocimmal. Csak majd a főúton fog lefordulni. Amúgy is elég gyorsan közlekedünk ezzel a bringával, úgyhogy estére otthon is leszünk. Jó, öreg farmház. Van valami kutyamorgás volt, de úgyis lehagyom őket, tehát nem kell velük foglalkozni. Hál' Istennek. Itt fogunk jobbra fordulni. Ó! Oh. Ó! Oh. Csak is a sárga úton, mint a líz. Vajj! Egykerekeztünk egy kicsit. Mert megtehetjük. Elvileg esik az eső, de nem látom, csak érzem. Elmotorozunk a lenyugvó nap sugarai közt. Nagyon költői. Igazán kíváncsi vagyok, hogy milyen járgányokat fognak még beletenni a fanpimpszék. Reménykedek egy utánfutós vagy platós terepjáróban. Sokkal biztonságosabban érezném magam, mint ezen a kis motoron. Jéj. Itt a workstiff. És akkor ott a kis építményünk. Hát, hogy alig 30 perces, idézőjeles játékon belüli perces úton vagyunk túl. Nem rossz. Még gyorsan haza lehet érni a cuccal. Mármint a cucc alatt én most a motort értem. És bele is tankoltuk azt, amit szétszettünk. Tökéletes. Na szóval. Ó, oh, persze. Gyártsuk le szépen ezt a mennyiséget. Úgy vélem, hogy meddig kevés kő, azért én még beleolvasztok egy keveset. Ég még? Ég. Jó, szuper. Nézzük azt, hogy cement. 600. Ez bizony kevés. Hogy olvadjon csak be ez a maradék cucc, és akkor a többit nyomnak fotójuk. Kővel. Azt mondja, kell még 4,90 homok. Ez biztos. Égyni. Meg akkor még kell egy... Ó, wow! Azt hagyjár tudjon, és akkor még kell egy ezres. Még egyszer akarok 1000 homokot. Így. Ez így tökéletes lesz. És akkor a maradékból pedig ugye készítünk cementet, és meghagyunk némi követ, hogy el tudjuk készíteni a konkrét mixet is. Úgyhogy ez már itt készül. Már nem szól bele semmi, és senki. Jó. Ezt magunkhoz vesszük.
hogy ne foglaljam a helyet. És szerintem ebből megcsináljuk a ragasztót. Egyne. Azzal is spórolunk egy kis helyet. Továbbá megcsináljuk ebből a vizet. Mennyi kell még ehhez? 44 másodperc. 5. Még jó, hogy a hó nem olvad el csak úgy magától. Nézzük a... Ó, kész is van a sok-sok növényünk. Hey! Jól láttam, hogy itt... Ó! Meg van sérülve a beton, és én nem vettem észre. Hát, ezt most nem fogom tudni kijavítani. Ó, bakke. Ó, de arra még elég volt, jó. Á, francba ezzel a képpel, kaolyan. Ég. Akkor ezek szerint megsérülhetett ez is itt. Wow. Idáig fölér a zombik keze. Gondoltam volna. Hál' Istennek csak ott. Máshol nem. Oké. Okidoki. Felszedjük és újraültetjük a... Áú! És ki is nőtt a fa teljes valójában. Szuper. Kicsit ferdellett, de majd azért megpróbálunk ráépítkezni. Na, közben láttátok, érik a kávé is. Szépen ültetési sorrendbe. Akkor elvileg ma izé is fog mindjárt. Goldenrod. Maga gyapot is. Baj, addig újraültetjük itt a cuccokat. Kell nekem 8 darab kobli. Nem, 10, bocsánat. Már 10, nem 8. Így. Meg a kávé is. És a Goldenrod is beérett közben. És látjátok, már most több cucc van, mint amit el kell készítenem, tehát ezért nem éri meg. És hát nem is azt mondom, hogy nem éri meg, de nem kell nagyobb terepet fönntartani a farmnak. Persze, hogyha többen játszatok, akkor akkorát csináltok, amekkorát nem szégyeltek, ugyanis ugye több embert kell letetni, akkor több a követelmény is. Tehát több kaját is kell csinálni több túlélőnek. De mint látjátok, abszolút fenntartható és bevéthető, még úgy is, ha nincsen körbefalazva, tehát így is megéri hamar ültetni. Az is elég, ha csak egy-két izét fölkapáltok, és már elültetek egy-két krumplit vagy kukoricát. Az elején az is nagy segítség a túlélőnek. Hamar legyártjuk. Ez az, jó. Tökéletes. Nagy bánatom sajnos, hogy a piros virágot nem lehet újraültetni. De hát ez van. Még bőven van időnk két horda között felhúzni az egész bunkert, illetve épületet. micsoda lakomát fogunk ebből a sok kajából csapni. Soha többet nem szorulunk konzervre egyébként, csak azt a pár fehéret, tehát ezt a elsősegély kajákat fogom megtartani, hogyha esetleg kimennék valahol távolabbra és magammal szeretnék vinni némi élelmiszert. Abban az esetben fogok konzervkaját enni, semmelyik másikban. Na nem, mintha olyan nagy bajom lenne a konzervkajával, tényleg jó. De ha már megtettem, akkor inkább eszek házi készítési húslevest, nem igaz? Na jó. Még amit szerettem volna, néhány kőbunkót készíteni, hogy fejlődjön a... fejlődjön nekünk itt a
eszközkészítési készségünk. Jó, ezt behajtjuk szépen a dobozunkba. Azt hiszem, hogy... Nem, nem volt még ilyen, jó. Megnézhetjük majd ezeket a küldetéseket is, hogy vajon mit is takarnak magukba. Van egy pár köztük, amit még nem ismerek. Egy. És még jó, hogy le van nekünk rakva ez a kis doboz ide. El is tüzelhetném, de túl sokáig tart egyesével behajigálni a tűzhelybe ezeket. Közben elkészült az a sok homok, amit csináltam. Így. Ez miért csak 100? Ó, elszámoltam magam. Baszki. Na mindegy, megmarad. Teljesen mindegy. Nézzük csak, mire oszthatnánk skillpontokat, mert kaptam így, de most még sajnos a fixer mindig nem elérhető. Mert 38-as vagyok, még két szint is megvan a fixert. Hát erre tartogatunk egy 10 pontot, tehát 10 pontot köthetünk most. Azt mondja, hogy... Egyébként a később a workbench-en lehet majd úgy módosítani dolgokat, legalábbis a fejlesztők azt mondták, hogy két rossz minőségű alkatrészből, amit nem gyárthatunk, csak lootolhatunk, azt összekombinálva készíthetünk egy jobbat. Tehát teszem azt, fogunk egy... Hoppá, tele az inventory. Fogok két ilyet, tehát van egy sárga belőle, meg egy narancssárga, és ha összekombinálom, akkor lehet, hogy lesz belőle egy zöld. Tehát van egy 216-os, van egy 216-os, meg egy 182-es, lehet, hogy lesz belőle egy 289-es minőségű Rocket Launcher Receiver, tehát így értik ezt a kombinációs dolgot, ami szerintem nagyon király. Lesz értelme majd megtartani ezeket a holmikat. Ezt miért nem vagyok képes? Ó, kettő fa kell még. Bakter. És ránk is esteledett, egyből eltelt egy egész nap. Wow! Hogy repül az idő, ha az ember jó mulat. Szerintem ezt a fát itt megszüntetem. Tele van az inventory. Ajajaj. Toolsmithing 24-es szinten van. Jó, 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 mindjárt csinálok helyet. Remélem nem csaptunk vele túl nagy zajt. Vissza Iskiri a bázisra. Na, először is készítünk egy... Úristen, tele vagyunk. Egy. Azt mondja, hogy... Puff. És puff. Mindent, amire nincsen szükség. És folytatjuk a kőbunkók gyártását. Egészen a maradék 125-öt legyártjuk. Én amiből el is fogyott egyből ez a növényi rost. Mint mondtam, készítek majd egy új csákányt, de azt majd szerintem a következő részre marad. És elkezdem a cement kihalasztását. Ha minden igaz. 700. Akkor még nem. Hát akkor majd a következő részben. Ezt a követ már megtartom. Illetve... Így van, ezt már meg fogom tartani. És akkor a következő részben innen folytatjuk majd az eszközgyártást és a betonkeverést. Csak hogy legyen elegendő holmink. Jól van, tudom tele az inventory-t. Én szerintem még egy kicsit fejlesztem magam. Itt ezekkel a kőbaltákkal. És a következő részben találkozunk. Remélem élveztétek a mai epizódot. Tudom, nem volt túl akciódus és pörgős, de hát nem mindig lehet az minden. Remélem legközelebb is velem tartotok, majd addig is kitartás, srácok, és sziasztok!